Köszöntöm Jakab Pétert, a Jobbik elnökét Ajkán. Amikor kitettük az esemény meghívóját, megjegyezték, hogy a Zenitben nagyon finom parizert lehet venni, nem tudom, meg volt ma már a reggeli? Bőséges reggeli volt hívva, most a parizert kihagytam, kenyérte és már indulni is kellett, itt egy standolást hirdettek meg a kollégáink Ajkán, de hál' Istennek olyan sokan jöttek el a rossz időpont, délelőtti időpont ellenére is, hogy azon jobban átalakultunk utca fórumá. Majd ezt követően pedig beszélgettünk a polgárokkal, hogy nem mi mondjuk meg, hogy nekik mi a bajuk, hanem mondják meg ők, hogy milyen kérdésekre kell, milyen problémákra kell megoldást találni. Nagy meglepetés nem okoztak, hiszen szerte az országban az elvándorlás, az elszegényedés, a lakhatási probléma, az egészségügy szétverésének a kérdése, vagy éppen az oktatás bajai merülnek fel elsődleges problémaként, és ezekre a kérdésekre az egységes ellenzék megalkotott közös programja meg is adja a megfelelő válaszokat. Hova tovább van programunk, ezt ugye a Fidesz nem mondhatja el magáról, ők azt mondják, hogy folytatjuk. Ezt már nem akarják az emberek, nem akarják, hogy az elmúlt 12 év folytatódjon, valódi váltás, hova tovább rendszerváltást akarnak, hiszen itt sokan azt érezték, hogy hát 30 év lemaradásban van Magyarország, akár csak a környező országokhoz képest. Azt meg végképp kockázatosnak tartják, hogy Orbán Viktor egy keleti agresszornak szolgáltatja ki Magyarországot, aki most épp az atommal szórakozik, vagy ezzel ijeszget, miközben Magyarországnak világos a helye a nagyvilágban. Mi Európához, az Európai Unióhoz tartozunk, az Európai Unió stabil szövetségesei akarunk lenni, és el akarjuk érni végre azt az uniós jólétet, amit a belépésünkkor 2004-ben megígértek nekünk. Hú, most hétszerűen nagyon sok kérdésemre majdnem, hogy válaszolt is. Igazából egy ma reggeli hír volt az oktatás helyzetéről, illetve a tanárok tüntetésével kapcsolatban, hogy Orbánék Brüsszelhez fordultak, hogy emeljék már meg a tanárok bérét, legyenek olyan kedvesek. Hallott erről? Ezt a reggeli hírt még nem hallottam, de kinézem Orbán Viktorból, hogy... Hát állítólag jelezték Brüsszelnek, hogy ők szeretnének béremelést, és hogy ebbe segítsen be Brüsszel nekik. Mi az, amit az Orbán kormány fog végre csinálni? Mert azt látjuk, hogy amikor a benzinárral kell harcolni, akkor a benzinkutasokkal akarják megvívatni ezt a harcot, hogyha az élelmiszer drágulással szemben kell harcolni, akkor a hatóságára azt üzenik, hogy harcoljon a kereskedő. Mi az, amit az Orbán kormány hajlandó csinálni a lopáson kívül, meg azon kívül, hogy állítsuk meg Brüsszelt? Ugye az elmúlt évben más se hallható, mint hogy állítsuk meg Brüsszelt. Mi azt gondoljuk, hogy Brüsszelből rengeteg uniós forrás érkezett ebbe az országba, csodákat lehetett volna tenni, rendezni lehetett volna például a pedagógusok bérét is. Az Orbán kormány ezt elmulasztotta megtenni. Lényegében minden ágazatban rabszolgabérrel dolgoznak. Egyébként még itt a Dunántúron is az emberek, ez egészen megdöbbentő, hogy még a dunántúli bérszínvonal is rendkívül alacsony, holott elvileg itt az országos átlag fölött kéne, hogy legyen valamennyivel a bérszínvonal, ezt sem érik el az itteniek, úgyhogy rengeteg probléma van. Egy olyan kormány kell, amelyik nem másra mutogat, nem az elmúlt 8 évet hozza fel, nem Brüsszelre mutogat, hanem végre elkezd dolgozni. Ugye az előbb a válasz elején említette, hogy mondják el az emberek, hogy mi a problémájuk. Ön a legutóbbi gyűlésen Budapesten egy elég furcsa felütéssel kezdett. Mi volt a problémája önnek, Baja Zsoltal? Baja Zsoltal legfőképp az a problémánk, hogy őt... Baja Zsoltnak önnel? A Bájár Zsoltnak mindenkivel problémája van, aki kimondja az igazat. Ugye a hazug embernek van egy ilyen jellemzője, hogy bántja az igazság, és azt gondolja, hogy nem neki kell befejezni a hazudozást, hanem nekem kell befejezni az igazmondást. Én fordítva gondolom, aki hazudik, az fejezze be a hazudozást. Legfőképp az a probléma, hogy Bájár Zsolt azon túl, hogy eszméletlen módon gyűlölködik, őt a kormány lovak keresztel díjazta. Tehát lényegében Orbán Viktor szerint az a magatartás forma, amit Bájár Zsolt a gyűlölködésével sok, és ebben az erőszakra buzdításával képvisel, az egy mintaként állítandó a magyar társadalom elé, pedig azt gondolom, hogy ez a fajta gyűlöletkeltés az, amely megássa a nemzet sírját. Rendkívül mély szakadékokat ástak a fideszesek magyar és magyar ember közé. Mi azt gondoljuk, hogy ezeket az árkokat be kell tebetni. Túl kicsi ez az ország ahhoz, hogy egymással harcoljunk, egymásért kell közösen harcolnunk. Erről szól az egységes ellenzék működése. Tegnap az ATV-n a Bocskor műsorában megkérdezte a vendégeit, hogy ők kikre szavaznának. Nem tudom, látta ezt a műsort, gondolom, akkor ez sincs meg, nem néz ezek szerint nagyon a tévét. Igen. És igazából ott olyan kézenfekvő válaszokat kaptak, hogy hát, hogyha már az egészségügyet rendbe tenné valaki, akkor őt igen, őre bátran szavaznék. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ha a hajléktalanoknak megoldana valahol egy félreeső helyen azt, hogy legyenek ilyen kis buborékok, ahol tudnának lakni, akkor is már rászavazna arra, aki ezt megígéri. Ön ezt hogy látja? Mi az, amit igényelnének valójában az emberek, az utca embere?
hát egy erős szociális hálót. Tehát, hogyha valaki minőségi munkát végez, azt szeretne minőségi bért kapni, de hogyha esetleg bajba kerül, mert jön egy válság, ami óhatatlanul bekövetkezhet, akkor azt várja, hogy a magyar állam azért a rengeteg adóforintért cserébe, amit a polgár befizet a közösbe, azért biztosítson egy erős szociális hálót, védje meg őt a bajban, hogy aztán talpra tudjon állni. Pont a Covid időszak mutatta meg, hogy még ebben a helyzetben sem számíthatunk a magyar kormány részén, nagyon sok vendéglátós panaszkodott arra, hogy be kellett zárni a boltot, nem kaptak semmiféle bérkompenzációt, tönkrement a családi vállalkozás, el kellett bocsátani az embereket, holott ők rengeteg adót fizettek be az elmúlt években, Európa rekorder adókat, többek között 27%-os áfát, és amikor bajban vannak, akkor a kormány széttárja a kezét, hogy ő itt most nem tud mit tenni, ez egy világjelenség, csak Nyugat-Európában az ottani kormányok segítették a válság miatt bajba jutottakat, ők gond nélkül túl tudták ezeket az időszakokat élni. Magyarországon meg tönkrementek vállalkozások, majd a NER 23-ról bejelentkeztek, hogy akkor most, hogy már tönkrement a cég, most akkor jutányos áron megvásárolnák. Ugyanezt csinálják a benzinkutakkal, ezek a mafiára jellemző módszerek, ezért mondom azt, hogy Magyarországnak nem kormánya van, hanem egy maffia szervezete, ezt a maffia szervezetet kell április 3-án legyőznünk. Éppen egy dohánybolt előtt állunk, vagy az van a háttérben, többen azt mondják, hogy ez lesz a benzinkutaknak is a sorsa, mind a dohánybolt, oké? Hát látjuk, hogy a kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy főleg a kisebb benzinkutak le tudják húzni a rolót, a MOL pedig már sorra jelentkezik is be, hogy akkor ezeket a cégeket szépen átvennék. Még egyszer mondom, a maffia az tényleg így működik, a kormány az pedig segít a bajba jutottakon, nem a benzinkutasoktól vár szabadságharcot, hanem például követi a lengyel vagy a román példát. Romániában a jövedéki adót megfelezték a benzinnél, Lengyelországban pedig az áfát csökkentették az üzemanyagok tekintetében. Tehát a maga kormány, egy cselekvő kormány vállal tevékeny szerepet abban, hogy az üzemanyag olcsóbb legyen, ne szálljanak el az árak, és az üzemanyag drágulásból fakadó árfelhajtó hatás az ne érvényesül mondjuk az élelmiszereknél, hiszen ha benzin drágul, akkor az élet minden területén drágulás következik be. Na, ezzel szemben kell megvédeni a magyar embereket. Úgy látszik, hogy ilyenkor a kormány szeret Brüsszelre mutogatni, ha meg az óvodások nem átalakító műtétjétől kell megvédeni effektíve Brüsszeltől az óvisokat, akkor pedig ezt a szabadságharcot bátran megvívja. Hát áll problémákkal áll kormány foglalkozik, a valódi kormány az a valódi problémákkal, például a drágulás megfékezésével foglalkozik. Igen, a drágulással találkozik az, aki jár a boltban rendesen. Ígérem, rövid leszek, mondta a kígyó, és ráment a sínekre, mert tudom, hogy mennének tovább. Viszont itt az előbb valaki, hallottam a tömegben, megkérdezte öntől ezt a 30%-os áfát. Én is olvastam valamilyen nem hiteles hírforrásból, hogy a Fidesz erre készül. Hallott ön erről valamit? Itt nem az a kérdés, hogy készül-e rá, hanem hogy kinézzük-e belőlük. Ugye annak idején mondták, hogy nem tudjuk, hogy Néró gyújtotta-e fel Rómát, de kinézték belőle, hogy megteszi. Orbán Viktorból kinézzük, hogy akkor, amikor egy válság következik. A választások után eszméletlen megszorító politikát fog a Fidesz folytatni. Ezt mindannyian tudjuk, hiszen egy válságot egy tisztességtelen kormány nem tudja kezelni. Hogyha a választások után a Fidesz esetleg megnyerni a voksolást, és folytatják azt a lopást, azt a tolvajpolitikát, amit eddig folytattak, hát nincs annyi pénz ebben az országban, hogy egy vagy garnitúrát el tudjunk tartani, és közben még a válságot is tudjuk kezelni. A válságot akkor tudjuk megoldani, hogyha tisztességes kormánya van Magyarországnak. Legutóbb egy tévéinterjúban megkérdezték öntől, hogy biztos, hogy meg akarja nyerni az ellenzék a választást. Ön erre azt mondta, hogy ez hülyeség, hát persze, hogy meg akarja. Illetve azt mondta a hölgy, hogy úgy csinál az ellenzék, mint aki nem akarja megnyerni. Ön erre azt mondta, hogy hülyeség, meg akarják nyerni. Most elég sokan összejöttek erre az utcafórumra. Én azt látom, hogy az emberek is ezt gondolják, hogy önök komolyan gondolják ezt. Nincs az országnak még 4 éve, tehát mi nem szórakozásból kezdtünk bele a politikából. Ha ebben az országban minden jól működ, akkor én a katedrán lennék és tanítanám a jövő nemzedékét, mert élveztem csinálni. De meg kell menteni ezt az országot azoktól, akik kifosztották. Nincs még 4 évünk, úgyhogy, ahogy Márki-Zay Péter szoktam mondani, nem jobbra, nem balra, csak fölfelé. Jakab Péternek köszönjük szépen, és jó utat Veszprémbe. Köszönöm szépen, minden jót.